Egész délelőtt nagy volt a nyüzsgés a kispiaci vásártéren, sokan családi kirándulásnak élik meg a vásárt. Már a reggeli órákban malacot sütöttek, roston sültek készültek, de ilyenkor a sült kolbász a legkelendőbb a kispiaci vásárban. Igazán jó volt a Laci konyhák forgalma. Hamburger, nyakas és kolbász van. És mennyibe kerülnek ezek a roston sült finomságok? 400 dinár. És mit esznek általában az emberek itt a vásárban? Hát most, ma még eddig a kolbász volt a menő. Olcsó és divatos egyedi ruhaneműt is lehet venni a kispiaci vásárban. Alig használt, újszerű, sőt vadonatúj, általában Ausztriából és Németországból behozott ruházati cikkeket kínálnak az eladók, de környékbeli varrodák termékei is megtalálhatók. Amikor kezdődik az iskola, abban az időszakban szokott ugye nagyon a gyerekruha nagyon jó fogyni. A nyári időszakokban inkább a felnőttek vásárolnak leginkább, de az is ugye tényleg kinek mire van szüksége, ugye. Otthon keresik az olcsóbb árut, nagyon sok ugye használt ruha is van ugye a vásárokban, azt is meg lehet találni, de sokan keresik az új ruhákat is. Hát az árak az változóak, ilyen 4-500 dinártól ugye megyünk a 2-3 ezer dináros árakig is. Kapanyél, kürtős kalács, kézműves cukorkák, gyermekjátékok, olcsó és divatos lábbeli, drótkerítések és különleges állatok, például egy óriás nyúl is kapható volt. A szezonnyitó kispiaci vásárban ezúttal jószágokból sem volt hiány. A mögöttem látható munkalóért 1700 eurót kért a gazdája, és vélhetőleg majd gazdát is fog cserélni, de természetesen kecskét is lehetett itt vásárolni, megijedt tőlem a szegény kis jószág. Tehát a kispiaci vásárban 120 eurót kérnek érte, de malacokat is láttunk, méghozzá 10 000 dináros darabonkénti áron árulták a malacokat. Richter Frányó szabadkai gazda rendszeres látogatója a kispiaci vásárnak. Szeretünk egy kicsit kirúcsolni, hogy vasárnap, ha nem dolgozunk, legalább egy kicsit kikapcsolódunk. És eljövünk körnézni, ha valami érdemesnek lássuk, akkor megveszünk. Vagy mindig hiányzik valami kis alkatrész, ami kell a mezőgazdasági gépekhez, és ez véget. Meg itt találkozunk egy kollégákkal, egy kicsit elbeszélgetünk, és erről éppen csak ezért. Érdekes, új és használt, retro stílusú rádiókészülékeket is találtunk az egyik asztalon. Ezekért 1800-tól 3500 dinárt kértek. Nem most van a gesztenye szezon, de a kispiaci vásárban még frissen kisütött gesztenyét is lehetett venni, literjét 700 dinárért. Vannak olyan árusok, akik hosszú évek óta járnak minden hónap utolsó vasárnapján kispiacra. Tovović, možda neka 506. godina. Kako dolazim i uglavnom to je jedan boljih vašara što se tiče prodajemo mešovitu robu od slatkiša, konzervi, tako naš. Uglavnom te tako stvarčice i to. I kako ste zadovoljni sa potražnjom, sa kupovinom? Pa dobro, dobro je, naš, u principu je dobro, naš. Jön a tavasz, közeleg a nőnap, a vásár tele volt cserepes virágokkal is. Jól fogyott a jácint, amelyért 150 dinárt kértek, de a különleges orchideafajták is, amelyek 1500, 1800, sőt 2500-3000 dinárért keltek el. Bagi Zoltán családja 1966-ban költözött a településre, édesapja vendéglősként dolgozott, és nekik is italos sátruk volt már akkor a vásárban. 25 éve ő a fő vásárszervező kispiacon. Gépalkatrészek, ugye a falun annak nagy jelentősége van, nem kell az embernek elmenni Szabadkára, még máshova, hanem itt még tudja vásárba venni, ami van, és azért jönnek legtöbben, nagyon sokan. A soron következő kispiaci vásár március 31-én, húsvét vasárnap lesz.